Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi a jelenlegi helyzet? Mit kell, hogy tudj, hogyan tovább, ami a párkapcsolatodat illeti? És itt látható a főpapnő, tehát ő ad most egy tanácsot a kártyákon keresztül. A lelki társad jelenlegi helyzetére itt ez a kártya utal. Nála van egy húzavona. Tegyem, vagy ne tegyem, hogyan tovább, nem tudom, nem tud döntéseket hozni. Ahogy a kártyán látható, sok a munkája. Az is lehet, hogy most a munkával foglalkozik, mert nem akar odafigyelni a magánéletére. És a munkahelyen szeretné magát bebizonyítani. És hogyan tovább? Itt van egy macska egérjáték. Nem lehet tudni, ki nyer itt. És az egér utalhat még valamire, mégpedig a félelmekre, hiszen fél ettől a macskától. Itt az a fontos, hogy tedd át magad a félelmeken. Amit ez a kártya még jelent, hogy ő figyelget téged. Akkor is, ha nem mutatja ezt nyíltan ki előtted. És itt látható a hetes szám. Arra is oda kellene figyelni, hiszen a hetes szám a hold energiáját mutatja. És az jelenti a te vágyaidat, reményeidet, álmaidat, de az ő álmait is. Hamarosan megnyugszik minden, hiszen itt a kezébe veszi ezt az aranyérmét, ami utal a föld elemére, tehát a biztonság érzetére. A föld eleménél is van mozgás, de ez egy lassú mozgás. Lépéseket tesz irányodba, de ezek olyan óvatos kis lépések, de kis lépésekkel is el lehet érni a célokat. A kezében van ez az arany érem, és az utal az anyagiakra, a munkára is. Lehet, hogy szeretne valamit változtatni a munkahelyén. Amit még ez az arany érem jelent, a belső értékek. Te értékes vagy számára, és ez a játszadozás, ez a húzavona hamarosan véget ér. Ezen a képen látható egy hölgy, és az téged szimbolizál. Fordíts hátat neki, irányítsd a dolgokat, hogy gyorsabban pörögjenek az események. Itt az egész világ megjelenik, és az jelentett utazásokat, külföldi kapcsolatokat, vagy internet kapcsolatokat is. Itt látható a Szaturnusz bolygónak a szimbóluma, és az utal a sors utakra. Bízz a sorsban, hogy minden úgy alakul, ahogy te szeretnéd, ami előnyös számodra. Itt lesznek még befolyások, külső befolyások, vagy kihívások, de ne rohanj el, hanem védd magadat. És érezd ezt az erőt, hogy megvan ahhoz az erőd, hogy itt legyen egy győzelem. Ne hagyd azt, hogy mások megbántsanak téged. És hogyan tovább? A jövő itt látható alul a képeken. Hamarosan kapsz egy hírt, egy jó hírt, és itt lesz egy találkozás. Amit ez a levél még jelenthet, ez egy szerződés. Egy munkahelyi szerződés, vagy egy adásvételi szerződés.
de nem csak a szerződésekre utal, ahol itt változások lesznek, sőt, az is lehet, hogy lesz költözködés, hanem ami a szerelmet illeti, ő jelentkezik nálad, és lesz itt egy találkozás. Ezután a találkozás után változnak itt az események. És ez a jóslás megrendelhető 3500 forintért. És én kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera!